Kedves gyermekeim, ma egy újabb gamer headsetet fogok kipróbálni. A teszt az egy erősebb kifejezés, azt inkább arra mondanám, hogyha sokáig használom, kipróbálni és kisorsolni majd. Köztetek! Igyekszem majd mostanában minden videót így kezdeni, nem mindent, de igyekszem, hogy mi történik azzal, ami itt van. Mert mostanában nagyon sok komment érkezik úgy, hogy szerintem meg sem nézze a videót, tehát azt sem érdekli, hogy mi van benne. Meglátja, hogy mi van az index képem, miről van szó az adott tartalomban, minek csúfoljuk azt, amit én csinálok, és már ott van, hogy ha lehet, akkor megnyerném, ha lehet, szeretném, nincs ilyen, nem kész kell. De egy szóval sem említettem azt, hogy azt az adott dolgot ki tudom sorsolni, vagy valami ilyesmi. Szóval, ez ki lesz sorsolva. Higgyétek el, hogy egy idő után nagyon kiábránító ilyen kommenteket olvasni. Én nem tudom, szerintem még működik ez a csatorna, addig ezt nem fogom levetkőzni. De, térjünk is vissza a tárgyhoz. Az aulások küldtek nekem egy új Razerback headsetet, ami virtuális. Virtuális 7.1-et tud. Először azt mondták, hogy küldenek egy 7.1-es fülest. Aztán megláttam, hogy ez virtuális 7.1-es. Jó, hát igazából 12.000 forintért már hozzá lehet jutni. Tehát erős lenne 12.000 forintért egy ilyen sok hangszóros dolog. Egy USB-ről vezérelünk mindent. Tehát akkor ez szoftveres? Világít a mikrofon, strapabíró kábele van. Majd megpróbálom itt szétszakítani. És egy határozottan nagy kerek alakú fülpárnája. Amit lájkolok. Ezt mindig elmondom, hogy nekem hatalmas a fülcimpám is, és ha nyomja valami furcsa kialakítás, vagy picike fülpárna, akkor az egy idő után azért nem kényelmes. Szerintem ezt egyébként úgy észre is veszik a gyártók meg forgalmazók ezekből a tesztekből, amit így vissza-vissza néznek, hogy mindig elmondjuk, hogy ugye minél nagyobb, annál jobb, és egyre nagyobbakat csináltak. Oszta! Ezért van ráírva a strapabíró kábel. Öreg, hát ez milyen vastag? Fú. Hát ez olyan vastag már, mint valami kisebb sikló. Egy baby sikló. Jó hosszú. Egy 2 méter. És még olyan, mint a pikkelye is lennének ráadásul. Az anyagnak rajta. Ez durca. Öreg. Hát ja. Aranyozott az USB vég. Zsír. Ez itt. Fém, nem műanyag. Ez is műbőr. Elméletileg az én nagy fejemre is simán rámegy. Szóval elméletileg USB-ről vezérelünk mindent. Boom, bitch! Ez vörös? Nem, ez így... Wow! Ez így váltogatja a színeit. Hoppácska. Megyünk át pirosba. Beszarsz. Sárga, zöld, picike, fehér LED így kéken világítja meg a kék műanyagot a mikrofonban, vagy a mikrofon végén. Ezen csak a hangerőt lehet szabályozni szerintem. Sem a fényeket, sem mást. De egyébként nem néz ki rosszul. A Dragon War Freyjához tudom hasonlítani. Kialakításra a fülest. Annak volt hasonló szerkezete. Na lássuk, hogy szól. Egyébként nagyon szépen felmegy arra hatalmas fejemre. Hallgassunk. Nem tudom, itt van Bruno Mars-tól valami. Bruno Mars? Mars? Annyi közem van a pophoz, gyerekek, mint Makónak Jeruzsálemhez. Egész jók az elosztások. A mély, magas meg a közép. Nem túl ordibálós a téma, tehát nem süketelek meg tőle. Technót hallgatunk, az nagyon fontos, tehát azt nálam a teszt. Teszt közepe a techno. A magas jó, nem bántja a fülem. Kenje neki a basszust, jó? Szerintem. Gyerekek, keresek 7.1 tesztet. Nézd meg. YouTube-on. Izenéből nem vettem ki túlságos ezt a virtuális 7.1-et. Most mögöttem fog szólni elméletileg. Vagy majdnem mögöttem.
Most egy kicsit szólni kéne mind a két oldalon, nem? Hát nem dobok hátas tőle, az biztos. Ettől a virtuális 7.1-től. Nem tudom. Én nem érzékelek akkor a különbséget. A 2.1 meg a 7.1 között. Ennél a fülesnél. Elméletileg ez a virtuális 7.1-et csinálja. De egyébként szépen szól. Rendben van a közép, a magas meg a mély. Nem szakítja le az arcod, annyira nem hangos. Viszont elég jól zárnak ezek a párnák. De a legfontosabb, elmaradhatatlan, egy gamer fülesnél, a mikrofon tesztje. Hát ez így visz mindent. Tehát, hogyha ez szar, akkor ugye az ember nem is igazán dönt úgy, hogy ezt megveszi. Tehát azért mi már gémelkedés közben a nagy többség kommunikálunk egymással. Hoppácska. Alapzajt szinte nem is látok. Nagyon jól látszik a sáv. Audacity ingyenes hangszerkesztő, meg hangfelvő program, mindenkinek ajánlani tudom. Kezdő youtubereknek, meg mindenkinek. Itt látod, hogyha van alapzaj. Ha nagyon-nagyon nagy az alapzaj a sávokon. De én nem látok most itt semmit. Szinte zéró. Még nem hallgattam vissza, még mindig csak beszélek. És még mindig csak ezt halljátok. Gondolom én. Most letakarom. Most kevesebb, ugye? Most elengedtem. Aha, igen. Milyen? Egy kis szőrszál simogatás. Na, hallgassuk vissza. Kíváncsi vagyok. Hát ez meglepően tiszta. Ez meglepően jó, ez a mikrofon. Tényleg. Sokkal rosszabbak is jártak már nálam. Állítom, hogy a 7.1-es Astro A50-emnek a mikrofonja rosszabb, mint ez. Tényleg, annak egy kicsit olyan doboz hangja van. Ez egész korrekt. Hasonlóan jó, mint az A10-es, ami járt nálam, és amit ki is sorsoltam. Gut, tetszik, jól szól ez a mikrofon. Annyira nem hangos a füles, hogy megsüketülj tőle, kicsit tudhatna többet is szerintem, viszont nagyon kényelmes. Jó nagy fülpárnái vannak, szerintem hosszabb távú gémelésnél sem lesz kényelmetlen egy idő után. Nálam a mikrofon visz mindent. Tehát ezt azt tudnám kiemelni, így elsősorban. Ezt a 7.1-et, amit így ráírnak, hogy virtuális 7.1, amit így gyárilag csinál, nem tudsz rajta szerintem állítani semmit sem. Szépen szól, nem rossz. Tényleg nincs el túl az a semmi. Nem torzít meg ilyesmi. Szóval nincs más hátra, mint előre elmondom nektek, hogy hogyan tudjátok megélni. Ez nagyon fontos. Kritériumok, iratkozz fel. Légy feliratkozva a Humboxingra, erre a YouTube csatornára, ez nagyon-nagyon fontos. Kommentelj egyszer, de csak egyszer, és lájkold a videót. A kommentben viszont, mostantól az a kérésem, hogyha benevezel egy ilyen játékra, akkor írd le az e-mail címed. Tehát a kommentben, a végén, vagy a közepén, vagy az elején, tök mindegy, legyen ott az e-mail címed, mert hogyha téged sorsolok ki, akkor így lesz a legkönnyebb felvenni veled a kapcsolatot. Pár komment érkezett, hogy sokan nem fogják odaérni az e-mail címüket, stb., mert meg tudom érteni. Viszont engem is értsetek meg, így sokkal egyszerűbb lesz eljutnom a nyerteshez, és mindenkinek könnyebb. Ez 100%. És ha egy páran úgy döntenek, hogy nem jelentkeznek, legalább nagyobb esélyetek lesz, mert nem adják meg az e-mail címüket. Úgyhogy tényleg, sorry, ne haragudj, főleg annak, aki ugye panaszkodott erre, hogy az e-mail címmel a publikálással gondja van, rengeteg e-mail cím lesz, címbi, hidd el, tehát több ezer. Ebből szerintem sok gondja nem lesz senkinek. Maximum nyertesre majd ráírnak, hogy menj a izébe, az anyádba, hogy te nyerted meg. De hát azt el lehet viselni egy ilyen fülesért, nem? Így lesz a legkönnyebb. Szerintem egymás életét megkönnyítjük. Úgyhogy, ha jelentkezni szeretnél, iratkozz fel ide, a Humboxingra, lájkold ezt a videót, és írd le kommentben, hogy mondjuk miért szeretnéd megnyerni, és az e-mail címet, azt ne felejtsd el. Az a legfontosabb. Szóval, a mikrofonja nagyon tetszik. Az kifejezetten. Nagyon szépen szól. Szóval ez volt az Aula Razorback virtuális 7.1-es kis fülese. Nem rossz. Találkozunk legközelebb. Szavaztok!